Egymást érik az autók Nyíregyháza központi részein. Szinte minden reggel és délután ez a helyzet. A forgalom általában az esti órákra tisztul ki. Ezt az időszakot várják meg azok, akik gépjárművük teljesítményének határait szeretnék feszegetni egy-egy lámpás kereszteződésből indulva. A korábbi években gyakran szervezett illegális gyorsulási versenyek is kialakultak ilyen szituációkból. A rendőrség fokozott ellenőrzéseinek köszönhetően ezt sikerült csökkenteni. A szabálytalan autó átalakítások azonban még mindig gyakoriak, mondta el Koncz László, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője. Előfordulhat az, hogy alkalomszerűen összeállnak egy-egy pár percre, rendőrlámpánál találkoznak, összenéznek, és akkor eldöntik, hogy egy vagy két lámpaváltásnál megmérik a tudásukat, de ezt nem, sajnos nem tudjuk lereagálni. Szervezetszerű ilyen rendezvényről nincsen tudomásunk, nem is volt az elmúlt időszakban sem, ezért is, hogy ez így maradjon, különböző akciókat szerveztünk, akár a bűnügyi szakterület bevonásával, a Nemzeti Közlekedési Hatóság bevonásával. Ennek eredményeképpen július hónapban volt egy gépjármű, amelyik engedély nélküli átalakításban lett megbüntetve, mondhatnám így, előállításra került gyorsított szabálysértési eljárásra, 100 000 forintos bírságot szabtak ki neki a szabálysértési hatóságnál. A közlekedési hatóságnak az emberei megnézték, lengéscsillapító, sportszűrő volt ráhelyezve a gépjárműre, fóliázva volt, nem megfelelő módon, engedély nélkül volt az a lényeg, megváltoztatta a járműnek a sajátosságai. Koncz László hozzátette, ha valaki mégis illegális versenyeket tapasztal a Vármegye közútjain, a 112-es segélyhívón keresztül értesítse a rendőrséget, hozzátéve, hogy a rendszám megadásával még gyorsabban kiszűrhetőek a szabálytalanul közlekedők.